Szeméthegyek borítják az egykor népszerű szabadkai kirándulóhelyet és vadászterületet, a magyar határhoz közeli maghetesi erdőt. Az ott anyázó migránsok az erdő mélyéből bújnak elő és a városrész központjába mennek bevásárolni. Senki sem tudja, mennyien vannak, de a helyiek szerint tele az erdő illegális bevándorlókkal, az éjszakai lövöldözések pedig rendszeresek. A lövöldözés az van, de tudja, az az igazság, hogy én nem még egész az erdő alá, nem is melyik, meg nem is, nincs is mély mennem, de hallasz, hogy itt a népek, akik jönnek ide az önkiszolgálóba, ismerősök mondják, hogy vannak, de jócskán vannak. Az erdő alatt élők féltik gyermekeiket, unokáikat a migránsoktól, egyedül ki sem engedik őket az utcára. Szomszéd is hordja a kislányát az iskolába, hozi, viszi. A tehetősebb migránsok panziókban pihennek, mielőtt útra kelnének a magyar határkerítés irányába, nekik embercsempészek szolgáltatásaira is futja. A belvároshoz közeli szállások is tele vannak illegális bevándorlókkal. Vannak köztük fekete-afrikaiak, marokkóiak, egyiptomiak és tunéziaiak is. Jellemzően bőröndökkel érkeznek és jól öltözöttek. Fiatal, egyedülálló férfiakkal van tele a szabadkai befogadóközpont, többségüknek elfogyott a pénze, a táborban pihennek meg, és éjszaka indulnak meg az erdő irányába, a magyar határ felé. A befogadóközpont környékén rengeteg a szemét, mindenfelé megnyúzott birka maradványok hevernek. Ott jártunkkor hordozható hangszórón arab zene szólt. Továbbra is legalább háromszoros kapacitással működik a szabadkai befogadóközpont. A migránsok elmondása szerint legalább 300-an, de vélhetően ennél is többen tartózkodhatnak odabenn. Folyamatban van a befogadóközpont bővítése, az új épületszárny alapját már megcsinálták, hamarosan elkezdik építeni is az épületet. Egyébként a migránsok javarésze célországként Olaszországot, Németországot és Franciaországot jelöli meg. Ennek az egyetlen akadálya, hogy nem tudnak átjutni a magyar határkerítésen. Az egyik marokkói migráns is Olaszországba vagy Franciaországba tart. Azt mondta, Magyarországon csak néhány napot töltene átutazóban. Hungary maybe 3 days, 4 days. Hungary it's a very army, police, strong. Hozzátette, a jobb élet reményében vágott neki a hosszú és bizonytalan útnak, a családja viszont otthon maradt.